Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Attila Csipet vagyok, és ez itt a közvetlen demokrácia szövetségés mozgalom. Így bukadásra kapcsolódjatok be az adásba. Szép napot mindenkinek! Új G címmel indítottuk ezt az adást. Én most otthonról jelenkezem, pihenek. Elnézést, ha kicsit lazán vagyok, de pihenek, ugye a pihenőnapomat töltöm. Új G címmel indítottuk ezt az adást, kapcsolódjatok be az adásba, tegyétek hozzá a véleményeteket, ne felejtsétek el, ligetvédő büntető tárgyalása május 10-én, 8:30-kor, Markó utca 25, mindenkit sok szeretettel várunk ott, Endrét is üdvözlöm, Magyar Endre, szia, neked is nagyon szép napot, ha dolgoztok, jó munkát kívánok, ha pihentek, akkor kellemes pihenés. Én pont most a pihenőnapomat töltöm, úgyhogy otthonról jelentkezem. Nézzétek el nekem, hogy lazán vagyok, de többször fogok most már otthonról bejelentkezni pihenés közben, mert most már van itthon és internetem, úgyhogy tudunk beszélgetni, meg tudjuk osztani majd a gondolatainkat. Kapcsolódjatok be az adásba, tegyétek hozzá a véleményeteket. Ma föltettünk egy rappes zenevideót, amit ugye rapper művész kollégáimmal készítettük. Címe mit kéne tenni, úgyhogy nézzétek meg, mai témánk ugye szintén ez, hogy mit kéne tenni ma Magyarországon, hogy kormányváltás legyen, hogy rendszerváltás legyen, hogy ma a magyar emberek meg legyenek elégedve az életükkel, életszínvonalukkal. Nagyon nehéz ma Magyarországon rendbe tenni ezeket a dolgokat, ezeket a politikai dolgokat. Nagyon elment a politika valami más felé, nagyon rossz a politikai irányzat, én úgy látom, mert az ellenzékben se látom azt az összefogást, az ellenzékben se látom azt az akaraterőt, amit ugye ma Magyarországon ugye meg kéne tenni. Ugye meg mit kéne tenni? Erről is szól rapper számúdát, MC Csipi és a Csipet csoport, rapzenek a színjátszó csoport, továbbra is működni fog, és továbbra is írja a valóságos számokat, és természetesen ezek a számok az élettől jönnek, a valóságtól jönnek, és ezeket nézzétek meg, hallgassátok meg, mindig föl fogjuk tenni a Facebookra, a YouTube-ra és különböző csatornákra. De hát mit kéne tenni Magyarországon? Hát sok mindent kéne tenni, összefogásban kéne lenni. Ma azt látjuk, hogy Magyarországon annyira elkalamboztak az ember, annyira megvan mosva az embereknek az agya, ugye a propaganda média által, kormány média által, hogy az emberek nem látják, vagy nem akarják látni ma Magyarországon a valóságot. Közben egy picit, ugye, zavar a kamera, elnézést kérek. De hát kéne látni a valóságot, és kéne látni ugye az igazságot. Tehát remélem, hogy ugye, kicsit megigazod a kamerát, remélem, hogy az emberek erre rá fognak jönni előbb-utóbb, és a tényekre fogják alapozni szemléletüket. Nagyon jó lenne, ha sok ember kinyitná a szemét, nagyon jó lenne, ha az emberek odafigyelnének egymásra is, és arra is, hogy ma Magyarországon mit tudunk. Ma Magyarországon egy óriási népirtás, egy óriási rablás, egy kizsákmányolás folyik, amit ez a mostani Fidesz-Orbán rendszer ugye okozott egész Magyarországnak, nektek, nekünk is egész Magyarországnak. Ezt ők, Ilika Ráné, szia, szép estét kívánok neked is, hogy régen láttalak, nagyon szép napot kívánok neked, jó egészséget, neked is, családodnak is, és mindenkinek. Aki most csatlakozik annak, nagyon szép napot kívánok ma, április ugye 10-én, kedden, Csillát is üdvözlöm, igen, Maszlagi Csilla, Lakatos
Henger Rézműves, igen, őt is üdvözlöm. De mindenkit üdvözlök, aki most kapcsolódott be, szép napot nektek! Ugye mit kéne tenni ma Magyarországon? Óriási kizsákmányolás, ugye erről beszéltem, óriási átverés folyik ma Magyarországon. Oda kell figyelnetek ma ezekre a dolgokra, oda kell figyelnetek arra, hogy ne verjenek át benneteket, hogy a tényekre alapozzátok ma a Magyarország életét, Magyarország sorsát is, a te életedet is, meg a te sorsodat és a gyerekeid életét. Elnézést, hogy Idu Karámi, köszönöm szépen, de te elnézést, hogy kicsit lazán vagyok, de otthon pihenek, most épp a pihenőnapomat töltöm, éjszakás voltam, többször fogok így bejelentkezni otthonról, mert most már itt is van internetem, úgyhogy a megértéseket kérem, ha azt gondoljátok, hogy ilyen lazán mondom a dolgokat, vagy lazán próbálok reagálni bizonyos dolgokra, nem azért teszem, azért teszem, mert ugye így sokkal kényelmesebb és jobb nekem, hogy otthonról beszélek hozzátok. Meg hát nekem is tudjátok, jár a pihenő, sokat dolgozom én is a magyar egészségükben, és sokszor ugye fáradt vagyok, kimerült vagyok, és ilyenkor, ha tudok lazítani, és veletek tudok beszélgetni, és tudom veletek tartani a kapcsolatot, akkor nekem ez jó, és vidámabb lesz a napom, és holnap is vidámabban fogom kezdeni a munkát. De mit kéne tenni Magyarországon? Összefogás. Elsősorban politikai irányzék. Rossz a politikai irányzék most a pártoknak. Az ellenzéki pártoknak is, maga a kormánynak is rossz a politikai irányzék. Meg kéne beszélni bizonyos dolgokat, kommunikálni emberekkel. Kinek mi a jó és kinek mi a rossz ma Magyarországon. Látnotok kéne ugye a valóságot. Mi folyik ma Magyarországon? Valóban fejlődik Magyarország? Valóban jobb lesz a magyar embereknek? Valóban fejlődik a magyar egészségügy? Fejlődnek a közintézmények? Fejlődik az oktatás? Ti hogy látjátok ezt? Saját véleményemet tudom elmondani, és nem hivatkozok senki véleményére, semmelyik tag véleményére, vagy aktivista véleményére, az én véleményem. Mondom nektek. Azt látom, hogy itt már nem a magyar emberekkel foglalkoznak, a mostani Orbán kormány. Nem az emberek a fontosak. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy most már a saját hatalmukat féltik. Tehát Orbánék már a saját hatalmukat félti. Félti Brüsszeltől a saját hatalmukat, és félti tőletek, magyar emberektől. Miért? Ha az emberek föllázadnak, ha az emberek nincsenek megelégedve, és az Európa Unió is föllázad az Orbán kormány ellen, pedig föl fog lázadni, mert nagyon ugye kiáll a rúg Orbán Viktornak is kormányának az Európa Unióban. Akkor megbukik ez az egész Fidesz magás, rabló Fidesz magás, és megbukik maga a magyar kormány is. Mit kell ilyenkor csinálni? Mit csinál egy ilyenkor egy miniszterem? Mit csinál ilyenkor egy államtitkár, egy politikus, amikor érzi azt, hogy veszélyben van a pozíciója, a fizetése? Tudjátok azt, hogy nagyon sok rétegben nem emelték a fizetést. Ugye most nálunk a magyar egészségügyben bejelentették már, hogy nem biztos, hogy lesz béremelés. Most júniusban ugye 4 lépcső kellett volna a magyar egészségügynek, ennyit ígért a kormány, 4 lépcsőbe fog emelkedni a magyar egészségügy dolgozóknak a fizetése. Maga a rendőröknek se emelkedett a fizetésük, se a közszolgáknak, a fizetési állami alkalmazottaknak, tudjátok, akik a hivatalba dolgoznak, de a minisztereknek már 50%-kal emelkedett a fizetése. Biztos láttátok, hallottátok, hogy most például egy államtitkár, mondjunk egy összeget, keresett 900 ezer forintot, ugye, vagy 1 millió. Most egy államtitkár keres 1 millió kapaszkodjon, meg 1 millió
500 millió fölött a figyelmemre. Most egy miniszter 7 millió 500 millió forintot keres. És nem beszéltünk még a juttatásokról. Ingyenes kocsi használ, ingyenes mobiltelefon használ, albérlet hozzájárulás, ingyenes kaja, pia, nő, amit el tudtok képzelni. Te mikor kapsz ekkora béremelést? Te legyél segédmunkás, nem tudom ki milyen pozícióban dolgozik a tagok között. Legyél segédmunkás, legyél egészségügyi dolgozó, legyél multicéges, kereskedelmi dolgozó. Dolgozzál bármilyen pozíció. Mikor kapsz ekkora béremelést? Folyamatosan emelték a saját fizetésüket, míg ugye az átlagember fizetése nem úgy emelkedett volna, csökkent. Csökkent ugyanis, amikor ezt a béremelést megadták, akkor egyből fölemelkedett az adó. Átváltott egy másik adókulcsba. És most már sokkal több adót, TV járulékot vannak letőle. De hát amit adtak, tudjátok, ezzel a kézzel, a másik kézzel elvették. Bizonyára ismernek. De amit adunk, az nem is veszünk. Ez Orbán Viktor politikai. Hogy látod ma te Magyarországon? Hogy látod ma az ellenzéket, a politikusokat? Mennyire kéne az ellenzéknek összefogni, a magyar embereknek, a mozgalmaknak, hogy meg tudják buktatni ezt a kormányt? Erről szól ma Magyarország, erről szól ez az egész történet, hogy nagyon sok minden kéne tenni Magyarországon, és nagyon sok minden kéne tenni, hogy az embereknek a gondolkodását megváltoztassák, és megváltoztassuk, akik még úgy gondolkodnak, hogy ez a mostani kormány nem van vezetésre, nem való ide a magyar emberek élet. Ezzel kéne sok embernek elmondani, hogy mennyi bűn elkövet, mennyi bűnt elkövet a kormány. És mégis nagyon sok nyugdíjas, nagyon sok magyar honfitársunk hisznek. Óriási csalódás fogja. Nem csak a nyugdíjasokat, de ezeket a magyar embereket, akik eladták magukat. És ennek a kormány. Szomorú. Szomorú és tragikus, mert tragédiák a kormány. Óriási tragédia lesz, amikor az emberektől mindent elvesznek. És amikor elveszik maga az emberi léte is. Minden ember. Egy hatalomra éhes kormány. Egy kormány, aki érzi, hogy beszélve. Egy hatalomra éhes diktatúra. Egy miniszterelnök, aki ragaszkodik kézzel körömbe a hatalmához mindenkinek. Óriási propaganda működik hátam mögött. Óriási média működik hátam mögött. Óriási hatalom működik hátam mögött. Orbán. És ő ezt nagyon ki tudja használni. Mindig azt mondom, nem vagyok fideszes, de hát gondolkodom. Minden nem fideszesnek üzenem, hogy gondolkodom. És hogy próbálja meggyőzni a többi olyan fideszes tag, akik még tag a Fideszben, vagy hisz a Fideszben. Hogy nézze meg a valóságot, hogy valójában mit csinálsz a mostani kormány. És hogy milyen hazugság járat épített ki egész Magyarországon.
magyar leszámlal. Fölépítették, értitek ezt a díjat? Mindenhol el tudják hárítani a beszélni. Jön egy rossz hír, hogy mondjuk, összedől a magyar egészségügy, összedől a kórháza, utána mindjárt jön egy jó hír, hogy nem fognak összedőlni a magyar kórháza, egy hazugság. És hogy nincs veszélyben a magyar egészségügy, mert megvan rá a pénz. És ott lesz béremelés, és ott lesz újítás, és ott meg lesz oldva a probléma. Mert vannak országok, ahol ennél rosszabb helyzetben van. Ugye, például az egészség. De ebben azt akarom sugallni, hogy van egy gépezet. Amikor elindul egy gépezet, egy hazugsággyár, akkor azt a hazugsággyárat megállítják, és elkezdik az ő kis gépezetet. Ez nem igaz, ez nem is így van, meg lesz oldva a probléma, elhárítjuk, és nagyon jó föl tudják használni a magyar televízió, a TV2, és minden csatornák, minden újságot, amit fölvásároltak, és emlél vásárolták fel, mindjárt tudjuk. Azaz ő saját média. Értitek? Erre gondoltak, hogy mindenki gondoltak. Minden kigondolta Orbán Viktor, haverjai, barátok, kormány. És mindenki a zsebében. Ügyészség, bíró, jogász, maga az alkotmánybíróság. Nagyon sok olyan döntést hoz az alkotmánybíróság az emberi jogoknak, ami sérti a magyar népet, sérti a magyar embereket. A magyar embereknek a jogai. Ugye, hogy van mit elmondani? Nagyon szép. És jó.